Ne vegye túl komolyan a dolgokat, csak nevessen. Töltse az új évet az Edóiakkal. Üdvözlöm az Andrea Akadémián! Ebben a japán történelmi és kulturális videóban megnézzük, hogyan töltötte valaki Edóban az új évet. A kínai horoszkóp, ami Japánban is használatos, a 2024. évet a sárkány éveként említi. Ezért az új évhez közeledve Japánban rengeteg sárkány motívummal találkozhatunk. Hasonló kínai alapokon nyugszik az is, hogy a régi japán naptár az új évet február környékére datálta. Nézze meg ezt a kis aranyos sárkányt, a kezében egy mandarin tart és egy riskekszen úgynevezett mocsin ül. Ezt a házi istenségeknek szánt ajándékot ma bármelyik japán szupermarketben beszerezheti. Ne feledje el ezt az információt, később még szükségünk lesz rá. Térjünk tehát vissza a középedó korra, pontosabban Temmei 4. évére, 1784-re, ami szintén a sárkány éve volt. Ami érdekes ebben az időszakban, hogy a kyoka, a humoros versek, robbanásszerű népszerűségének lehetünk tanúi, ez pedig hatással volt a gúnyolódó irodalomra, például a kibyósira is. A sárga borítójú könyvecskék a mai képregényekhez hasonló képeskönyvek voltak, humoros tartalommal. Új évkor adták ki őket, hogy az új évet nevetéssel kezdhessék. 1784-ben egy olyan különös formája jelent meg ezeknek a képeskönyveknek, amelyek humoros verseket tartalmaztak. Ami a szöveget illeti, tele van utalásokkal, és egyébként is régi japán nyelven van, szóval csak nézzük meg a képeket. Az első kiskönyvünk az Újévi Üdvözletek Tárháza, amely megmutatja nekünk, hogy ezek az újévi szokások nem túl sokat változtak az Edókor óta. Az illusztrációkon megfigyelhetünk fenyőfákat, amelyek házak kapuját díszítik, vagy a már korábban bemutatott riskekszek szokását. A történet valójában azonban nem a szokásokról szól, hanem a kor politikai és gazdasági légköréről, ami a kenőpénzekről volt híres Tanuma Okicugu miniszter ideje alatt. Éppen ezért az összes ábrázolás eltúlzott. A riskekszek új évkor az istenségeknek felajánlott ajándékok, azonban ezen az ábrázoláson egy óriási riskekszet láthatunk. Vajon miért? Hát, mivel ez egy nagy kenőpénz. Ha ön Edói lenne, igazán nagyot nevetett volna ezen. Ha mindez nem lenne elég, itt van önnek egy versrészlet a szövegből. Mochikuchi no sashimo kataki o kuitomeshi gusoku no sonae iwau medetasa. E kyoka humorának alapját az adja, hogy összekapcsolja a tradicionális újévi ünneplést egy régi ellenség leírásával. Nem csak új évkor, de az edóiak úgy általában szerették a kulináris élvezeteket, különösen azok a férfiak, akik úgy gondolták magukról, hogy nagyon divatosak. A Pichi Pachi című sztori egy az 1780-as évek előtt rendkívül népszerű étterem történetét írja le, ugyanakkor egy mögöttes olvasatban egy sokkal régebbi japán történetet, a Keien felkerést kell rávetítenünk. Ezt a két tartalmat, tehát a korabeli Edót és egy régi történetet összekombinálva, egy igen érdekes kulináris háborút ír le a szerző. Mi nevettette meg tehát az edóiakat? Csak nézzen a képre, ahol zöldségfejű emberek üldözik a másik hadsereg tagjait. Egy edói be tudta azonosítani azt a létező személyt, aki a retegfejű emberek mögött húzódott, és ez igazán vicces volt számukra. Az itt bemutatott mindkét mű szerzője Ota Nampo, a temmelykori kyoka virágkorának egyik kiemelkedő alkotója. Érdekes módon, bár Nampo hobbi poéta és író volt, egy magas posztot töltött be főállásban, szamurájként a shogun szolgálatában, a pénzügyminisztériumban. Ezek után fel kell tennünk magunknak a kérdést, hogy mégis hogyan tudott szabadon részt venni egy szamuráj ilyen és ehhez hasonló kreatív tevékenységekben,
az igen szigorúnak feltételezett feudális japán társadalomban. Vajon az Edo-kori társadalom valóban olyan szigorú volt, mint ahogyan azt sokszor leírják? Kövess a csatornámat, és előbb-utóbb megválaszolom ezt a kérdést. Megtetszett a kibiósi, és szívesen olvasnám magyarul is? Ajánlom figyelmébe a könyvemet, amely 3 kibiósi fordítást tartalmaz. A részletekért tekintse meg a videó leírását. Ennyi lenne mára, kívánok önöknek nagyon boldog új évet, tele nevetéssel és örömmel!